vizének. Valaki mondja meg, a hosszú évek miért tűnnek úgy, mint egy pillanat. Valaki mondja meg, mi az, hogy elmúlt. Valaki mondja meg, hol maradt. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves televíziónézőket. Önök a víziterápiát látják, és egyben köszöntöm Bányai Gábor urat, aki a Bács-Kiskun megyei közgyűlésnek az elnöke, valamint a Fidesz polgári pártnak az országgyűlési képviselője. Köszöntöm a nézőket én is. Hát elég sok téma van, amit meg kellene beszélnünk. Én azt javaslom, hogy egy-két mondat erejéig, hogy az elmúlt napok történéseit elemezzük ki az európai politikában. Itt mindenek előtt gondolok a francia elnökválasztásra, valamint a görög választásokra, hogy önök hogy látják ezeket a választásokat, előnye, hátránya, mi várható? Magyar szempontból a francia elnökválasztásnak szerintem túl nagy jelentősége nem lesz, mert a francia elnök legyen akár bal, akár jobb oldali, az első a Franciaország érdeket képviseli, és messze menőkig nem foglalkozik az európai távolabbi térségnek a országaival, gondjaival. Tehát a franciák azok egy ilyen bizonyos szempontból befelé fordul, de nagy mértékben kifelé is mutatkozó attitűdjeikkel azért része az európai meg világpolitikának, de bennünk a magyarokat nem fog befolyásolni most nem Sárkőznek, hanem Hollandnak hívják majd az elnököt. Nem beszélve arról, hogy nem nagyon éreztük, hogy Sárközi elnök úr a részben magyar származása annyira kedvező a magyarokra, sőt a részben görög származása se látszott, hogy a görögök számára olyan kedvező lett volna. Viszont a görög választás az egy teljesen más dimenziót nyitott a hétvégén. Görögország a teljes káosz felé indult el, azáltal, hogy nem tudnak jelen pillanatban még a koalíciós egyeztetésken se túllépni, mert nincs kivel, kinek egyeztetni, senki nem akar senkivel. Aki látszólag győztes volt, a radikális baloldali tömörülés az a teljes eddigi szerződéseket fel akarja rúgni, amit Görögország az Európai Bizottsága, vagy a valutalappal, vagy bárkivel, aki adott pénzt a görög válság megoldására, ezt fel akarja rúgni. Tehát ez az nyit jelentett, hogy az euró, amelyik a majdnem mi fizetőeszközünk is lett volna pár évvel ezelőtt már, lehetett volna, annak a legnagyobb válsága fog bekövetkezni a görögországi választásának köszönhetően. Értem. Ez nagy bajt fog hozni Magyarországnak is. Tehát hazánknak is. Igen, mert az euró válsága, bár ugye csökkenni fog ugye az euró árfolyama, romlani fog, inkább így mondom, az bizonyos oldalon nem rossz a saját gazdaságunknak, de miután amiatt, hogy nincs menekülő valóta más Európában, ami jelentős és nagy erővel, meg nagy háttérrel bír, mint a svájci frank, ez a svájci frank szárnyalása az lehet, hogy újra be fog indulni. Uh-huh. Szóval nekünk minden szempontból a görög választás fontosabb és negatív hatással lehet Közép-Európára, így benne Magyarországra is. Hát igen, ezek rossz hírek voltak, hát kíváncsian várjuk a fejleményeket, mert ugye nagy valószínűséggel egy hónap múlva ismét választások Görögországban. Talán még egy mondat erejéig maradjunk Olaszországnál. Mégpedig a kérdésünk az lenne, hogy több helyen tartottak helyhatósági választásokat, és igen jelentős arányban egyéni befutók, tehát nem pártpolitikusok, hanem egyéni befutók kerültek, vagy jelent ez valamit esetleg akár az adott országra, vagy Európára nézve is? Ugye egy független képviselőnk a bejutásához több minden kell. Kell egy olyan, hogy a hatalmon lévő, vagy uralkodó, vagy szolgáló pártok, vagy éppen ezeki pártoknak a népszerűsége a béka feneke alatt van, és emiatt nem tudják már megszólítani a választóikat, hiába erőforrásuk ezerszeres, mint egy önjelölt, független jelöltnek. És például a független jelöltek esetleg olyan személy, akik nem vettek részt az elmúlt évek, évtizedek belpolitikai húzavonáiba, illetve nem amortizálódtak le, mint pártpolitikus, tehát nem voltak olyan érdekek, amiket a pártbéli közösségi érdek fölött tud megnyilvánulni, tehát inkább tudja képviselni esetleg időnként egy ilyen nehéz helyzetű országban, mondjuk a pártja helyett mondjuk a saját választóit egy független képviselő, ez előfordult, de főleg válságok idején, és ugye egy független jelölt meg végülis nem kötik a pártnak a pártjáinak, a pártjaiknak a különféle, mondjuk azt, hogy ideológiai madzagjai a földhöz, vagy éppen a falhoz, vagy bárhová, tehát szabadon beszélhet, szabadon ígérhet, és hát ugye általában a függetlenítőknek a legnagyobb hibája éppen ez, hogy tehát nagyon tudnak mondani még nagyobb lózumokat, mint a
pártpolitikusok, viszont mögöttük általában nincs már az a politikai erő, ami a végrehajtásban is ezt be tudná hozni. Tehát a független jelöltek, ismerve az Európa és a magyar demokráciának a gondjait, bajait, meg néha az örömeit, a független jelölteknek a szerepvállalása, vagy éppen előtörése az nem mindig jelent jó adott ország számára, mert látszólag azt gondoljuk, hogy a demokrácia kiteljesedése, hogy nem csak a pártok tudnak embereket beküldeni a helyi közgyűlésekbe, testületekbe, a parlamentekbe, hanem csak úgy indul egy XY ismeretlen jelölt és bejut egy komoly helyre. Ez látszólag jónak tűnik, de viszont én amiatt, hogy nincs mögötte sem egyfajta lobbyerő, sem egyfajta mondjuk egy nagy közösségnek az ereje, hát ezek általában ezek a független politikusok zöme hamarosan ki szokott esni egy következő választás során a politikából. De ami nincs túl nagy következtetés, nem lehet levonni ezt Magyarországot ítve, hogy ez most... Hát nagy valószínűleg nem, igen. Csak itt most az matuszkál a fejemben, hogy ön azt mondja, hogy nagy valószínűsége akkor még mindig a pártpolitikai a jelen az mindenképpen, meg a jövő is, mert ott tömörülhetnek egységbe ugye a gondolatok, meg az erő. Hogy mondjam, ha most tegyük föl bármelyik településünk itt a környéken, ahol van 6-8-13, ki tudja hány képviselő, meg polgármester, mindenki különféle gondolatokkal érkezik a testületben, mindenki mondjuk független, és tehát mindenki csak önmagától függ meg, és egy szűkebb családi vagy baráti közösségnek a véleménye az, ami számára mérvadó volt, vagy egy lehet egy kicsit nagyobb kis közösséget képvisel, de gondoljuk bele, hogy 13 fél akadot kéne egybe gyúrni. Hát mikor lesz egy ilyen településnek, ahol csak független jelöltek vannak különféle utcabeli vagy bármilyen érdekekkel, hogy összebédenek rakni mondjuk egy városi települési költségvetést. Úgyhogy az tényleg koherens legyen, föntadható legyen is, ne csak egy olyan fajta, tehát nem lesz egy ilyen testületnek sose egyező véleménye semmibe sem. Tehát legtöbbször összevesznek majd, ez jellemzően mindig előfordul, hogy túl sok a független jelölt, akkor általában, ha nem törülnek egyfajta, mégis amiféle érdekközösségbe, akkor, és széthúznak, akkor hamarosan beszokott következni a választás. Tehát a párt pedig, hát nem tartom én jobbnak ettől, hogy valaki függetlenként kerüljön be, nem azt mondom, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon jó lehetőség a pártok számára, hogy mintán pártok innen be tudnak ütni egy testnek a többségét meg tudják szerezni, ez nem feltétlenül lehet, hogy jó, de az sem, hogyha van egy 13 fős testület, 13 féle különféle akarat. Tehát valamilyen egységet kell teremteni, és ma a hívószavakat mégiscsak egy közösség tudja jobban mondjuk interpretálni, tehát azt mondja, hogy tehát most valamelyik jobb oldali vagy baloldali közösségnek megvan a saját hívószava, hívó mondatai, érdekei, városi, területi, bármi érdekei, vagy település érdekei, ezeket jobban össze lehet tartani, jobban tudnak egy irányba húzni, mint hogyha mindenki mást akar, mert a végén abból káoszt lehet. Képviselő úr, azért is tettem föl, és most már hazaevezünk hazai vizekre, hogy a Fidesz népszerűsége a jelenlegi hetekben, hónapokban, én úgy gondolom, nem is töretlen, de nagyon jó. Tehát az 50% körül megvan, lásd, helyutasági választások, stb. Tehát nincs átütő politikai erő sehol, se jobbra, se balra a Fidesztől. De a mérhetetlen mennyiségű kényszer intézkedések miatt, amik ugye hát sajnos az Unió megkövetel, nem tartanak esetleg önök attól, frakcióülése nem szokott ez előkerülni, hogy veszíthet esetleg a népszerűségében a Fidesz, mert egyfajta kényszerpályán vagyunk, ugye, és hát fönnállhat a veszély, most a fél időn vagyunk, kellős közepén a választási ciklusnak, hogy ezáltal valamilyen erő megerősödik, akár jobbról, akár balról, és süllyesztőbe mehetne esetleg a párt. Igazság szerint, hogyha bárki is közünk azt gondolná, hogy nincs ellenfelünk jelen pillanatban, vagy nem lesz ellenfelünk, az hiúábánokat kerget. Az ellenfél az egy rosszul sikerült bármilyen politikai akció, egy rosszul sikerült törvény következtében a pályán megjelenhet bármikor. Akár össze tud fogni, össze tud fonódni egy LMP, egy MSZP, ez a DK nevű szerveződés, ezek összebírnak állni, és
miért tudnának olyan demonstratív erőt adni, ami esetleg a háttérben meghúzódó és elégedetlen szavazókat, választópolgárainkat összebírja tömöríteni. Tehát bármikor tud jönni egy erő, amelyik előbb-utóbb a mi hátunkon akár be tud lovagolni a parlamentben, sőt, akár még kormányzóképes erőt is tudna felmutatni. Tehát én nem hiszem, hogy az a sokfelől hallott vélemény, hogy nincs ellenfél, meg könnyű nekünk, ez lehet, hogy csak ideig óráig tart. Tehát ugye ön is mondta, hogy kényszerintézkedések. Hát ugye ennek egy kényszerintézkedés ez akkor válhat esetleg egy sikeres intézkedéssé, hogyha elmagyarázza az adott kormánytag vagy minisztérium munkatárs, hogy mi miért történik. Én éppen ezért nem is értettem a saját kormányomnak a miniszterét, belügyminiszter urat, hogy miért nem magyarázták el, hogy miért van például a szabálysértésekkel kapcsolatos szigorítás. Tehát az, hogy pénzbajtás ez jön vissza, hogy a népet sarcoljuk, nem. Az tény, hogy sokkal nagyobb tételket kéne fizetni egy szabálysértésnél, mondjuk a közlekedési szabálysértéseknél, de könyörgöm, Magyarországon olyan sokan halnak meg gyorshajtás, ittasvezetés miatt, hogy valahogy valamilyen szinten tényleg lehet, hogy el kell rettenteni a gyorshajtókat, az ittasvezetőket, mert túl nagy még ez a szám, bár csökken folyamatosan, de minden elveszett élet, egy gyereki, egy felnőtti, egy női, egy férfi, az óriás veszteség a családjának, a közösségnek, az országnak, és ezeket, hogyha meg lehet akadályozni, és mondjuk emiatt lecsökken, mondjuk ez a durva mértékű, remélem, hogy lehet csökkenteni az éreket, a mértékeket, amiket a szabálysértési ügyekbe a rendőr ott helyszínen ránk mérhet, ránk verhet, akkor ha ennek köszönhetően, ezek mondom, kisebb tételekben is köszönhetően csökkenni fognak ezek a halálos balesetek számai, és ezek a amúgy mindannyiunk életet veszélyeztető tevékenységek is csökkennek, akkor megérte, még annak ellenére is, hogy esetleg azt mondják, hogy a Fidesz népszerűségét ez aláássa, de mondom, többet ér egy, két, három, vagy 100-200 ezer családnak a békessége és a családi tragédia elkerülése, mint a mi népszerűségünk. Tehát vannak olyan ügyek, amiket a politikai pártok, ez az erők nem csak a népszerűség oltárán keresztül, vagy személyen keresztül nézhetik, vagy állaszthatják fel. Magyarul néha olyat is kell tenni, ami a közösséget hosszú távon jobban szolgálja, mint a mi népszerűségünket. Most számtalan ügyet tudnék hozni, mert hát nézzük meg, hogy biztosan, hogy ami azt gondolják, hogy mi ezzel ártottunk, de amikor jönnek ezzel a végtörlesztéses véleményükkel a nagyot mondó és nagyon nagy tudású másik oldali közgazdászok, hogy ezzel mekkora kárt ütöttünk meg, stb. Most ez azért el kell mondani, hogy Magyarország 1 200 000 család bele döglik abba, szó szerint, hogy nem tud törleszteni. És már nem csak a mostani magas svájci frank euró árfolyam, már korábban sem tudták, mert elszaladt minden már korábban. Igaz, hogy nem tudtuk mi sem megfékezni ennek az árfolyamnak a szárnyalását, de én nemrég voltam kint Erdélybe, és a forint lej aránya, az átlátási aránya nem változott egy évvel vagy másfél éven keresztül, viszont ugyanúgy ott is a svájci frank piszkosul beerősödött. Tehát nem egy magyarországi Fidesz okozta veszteség ez az állampolgárainknak, hanem egyszerűen ez egy trend, mert nem voltunk se az eurónak, se más pénzügyi pénzeszköznek a tulajdonában, tehát neki saját pénzünk van, ezért aztán nem is nagyon tudunk védekezni az ilyenek ellen. De éppen amiatt, hogy sok százezer családnak már ideiglenes mentőket lehet ott hozni a végtörlesztés, vagy az árfolyamgát, vagy sok más hasonló intézkedés. Ez persze okozott a bankjainknak komoly károkat állítólag, amit nagyon sajnálunk, de végülis eddig mindig 3-4-szer az elmúlt 20 évben konszolidáltak a bankrendszer, nem tudom hány ezer vagy 10 000 milliárdnál tartunk már, amit kapott a bankrendszer az elmúlt 20-22 esztendőben, tehát valamit vissza is kéne adni most már az országközös asztalára, de 101 vége. Ez a látszólag rossz intézkedés százezer számára hozott mentőkötelet. Tehát rengeteg olyan intézkedésünk van, amivel egy rétegnek ártunk, és van egy jó mondása, ezt éppen a miniszter helyettes úrtól hallottam, beszélgettünk a folyosón Narcsos Tiborral, mondjuk egy fél év, egy évvel ezelőtt, és jött egy közös ismerősünk, és megkérdeztem, hogy hol dolgozom. És mondta valaki, hogy hol dolgozom, és mondta, hogy beletek nem voltunk még belétek? Azt mondja, nem. Na, akkor most ti következtek, hogy viccesen előadta a miniszterhelyettes úr. Tehát ugye látszólag sok érdeket sértünk. Tehát, hogyha valaki ezt úgy gondolja, hogy ez nekünk ez jó passzió, úri passzió, hogy örömből tesszük, hogy
bizonyos érdekeket megsértünk, bizonyos ügyeket másképp látok, mint az eddigi kormányok láttak, és ez nekünk mégis népszerűségvesztést okoz, hogy ezt nem vagytok normálisok, szokták erre mondani, de vannak ügyek, amiket nem lehet úgy hagyni, ahogy működtek eddig, számtalan. Hát tavaly 365 törvényt hoztunk, egy nap egy törvényt, tehát egy része ugye folyamatosan fejlesztés alatt áll, javítás alatt áll a törvényeknek, de meg kell, át kell alakítani, hát több tízzel jogszabályt kéne kisöpörni a tárolókból, mert azért megnehezítik, és át kéne írni a mai világra, a mai modern világra ezeket a jogszabályokat. Ez a munka is, hogy tehát rengeteg olyan ügy van, ami miatt haragszanak ránk, valami lehet, hogy jogosan is haragudhatnak, ezt nem jutatom, de a legtöbb ügy az ország megmentése érdekében van. Értem. Azon gondolkodom, hogy ez a lakosságnak, a tömegeknek el van-e magyarázva, hogy megfelelőnek tartja a kommunikációt, vagy én ott lehet, hogy látok némi hibát, hogy ki kellene állni néha, vagy egy-egy olyan műsort levezetni frekventált első számú vezetőkkel, mert hát látszik a miniszterelnök úron is, hogy elképesztő, hogy mennyit dolgoznak, tehát sokszor ugye fáradt az arca, és hogy kellően vannak-e tájékoztatva az emberek ezekre a szükséges dolgokról, mert hát mint tudjuk, hát Magyarországon még mindig azért a liberális, megjegyzem, neoliberális média vezeti a prímet, hogy mindenki kellően tájékozott-e. Hát ilyen százszázalékos tájékozottság sose lesz egy országban, ezt tudjuk, de abban igaza van, hogy elmagyarázzák-e a kérdésben, benne van a válasz, hogy nem magyarázzák el a kommunikátoraink, hogy mi történik sokszor. Most ennek én is iszom a levét, meg vissza sok politikus, aki velünk van, vagy sok bennünket értő és kedvelő választópolgár, mert tény, hogy nem jönnek át ezek az üzenetek, mert valószínűleg nincs üzenet, csak hogy azt látják, hogy van egy intézkedés, van egy törvény, és ez ezt meg ezt okozza. Nem mondják el, hogy miért. Ezt én számtalanszor szoktam emlegetni a frakcióüléseken, a baráti politikus társi körökben, hogy kommunikációs téren nem állunk jól. Tehát ami korábban ereje volt a Fidesznek, hogy a kommunikációban jól tudott nem manipulálni, hanem dolgozni, tehát tudta kihasználni azokat az eszközöket, amik rendelkezésre állnak a médiákban, a médiumokban, a kommunikációs téren. Most ebben nem vagyunk most jók, ezt én is így látom. Ha a miniszterelnök úr kiáll és elmondja, akkor hirtelen az ország polgárainak többsége megvilágosodik, hogy érti most már mi miért van, de a miniszterek nem tudna naponta kiállni, és nem tud elmondani egy félórás nagy beszédet, hogy mit miért teszünk. Ezt évente egyszer 200-at tudja megtenni egy miniszterelnök, a miénk is, tehát nem tud naponta üzengetni, és az alatta lévő metre dolgozó kollégák, barátaink, bolygós társaink nem olyan felkészültek ilyen téren, mint a miniszterelnök úr. Tehát éppen azért majd ön is mondta, hogy ezen végig válasz, vagy javítani kellene a kommunikáción. Most ennek sok összetevős, sok szereplős teret kéne nyitni, mert most én majd önöknél beszélgetek, hogy holnap talán ki tudja egy másik, vagy utána még másik médiumba. Lehet, hogy el tudom mondani mondjuk 1000-2000 embernek, de naponta nem tudok én sem menni minden rádióba, tévében, nem tudok minden újságban megjelenni, pláne nem is sokan nagy ember, mint egy miniszter, egy államtitkár, de ennek összehetően, hogy nem tudunk eljutni mindenkihez, még a interneten keresztül se, ezért aztán jönnek azok a, nem úgy nem ostobaságok, de a félrejtésekbe adódó negatív érzelődések, vagy éppen jogos sérelmeket felsorakoztató bloggerek, akiknek végülis igazuk van sok tekintetben, de nem tudják, hogy mi miért történik. Tehát még egyszer mondom, a kommunikációs térben most nem állunk jól szerintem, hogy ön is mondta, hogy a kommunikációban, vagy a kérdésre éreztem a választ is, javítani kellene. Magyarul össze kell szedni magunkat, és kicsit attól megijedni, hogy ha van egy jó intézkedés, azt nem tudjuk eladni jónak, mert nem mondjuk el pontosan, miről szól. Ha van egy látszólag rossz, ami egy későbbi nagyobb vagy kisebb rosszat ment meg, vagy egy nagyobb jót fog okozni, nem mondjuk el, akkor a szerencsétlen választó mit fog látni, hogy a Fidesz kormány, Fidesz-KDNP és Pártszövetségi kormány, a miniszterelnök az élen hülyeséget csinálni, és csak árt nekünk. Tehát, és itt van az a földügy is, hogy 1 100 000 hektárnyi állami földterületet birtokol az állam, a földalap, és ebből 18 000 hektár
került egy első körül, aztán 69-70 ezer hektár körül terület fog majd ebben az időszakban a szerződéskötés révén átkerülni, esetleg másokhoz, akik használják 5-10 évig. És ez egy látszólag az 1.100.000-nak a 20-ad része is jutunk el, és ebből a 70 ezer hektárból 10-pár ezer hektár, amit úgy gondolnak, hogy túl baráti görekhez került. Tehát egy nagyon kicsi töredéke, a nagyon nagy földterületnek kérdőjelezhető meg esetleg, miért így lett a döntés meghozva. Tehát 1,5% területről van szó, de úgy gondolja mindenki, aki ezt írt, elolvassa, vagy professzorúnak, az írásait túlpörgeti a fejébe, hogy az egész fideszes banda, ez most kiárusítja a földet, és a haverok viszik jobbra-balra. Mondom, az egész földetnek a 1,5%-ára lehetne azt mondani esetleg, hogy nagyon megpiszkáljuk, hogy túl közeli emberekhez jutott. Igen. De ez is hosszú van kommunikáció. Csak egy záró mondatra visszatérve a kommunikációra. Tehát én valami olyasmire gondolok, hogy mondjuk M1-en vagy valami országos hálózat, ami természetesen köztévé heti egy alkalom, egy napi életünk című műsor, és akkor ami azon a héten zajlott, azt megpróbáljuk kielemezgetni, elmesélni, és akkor vagy elfogadja a tisztelt néző, vagy nem, tehát ilyesmire gondolok. No de az időnk halad, és mivel hogy ön a megyei közgyűlés elnöke, egy kicsit a szűkebb hazáról, tehát Bács-Kiskunról is beszélgessünk egy kicsit, és kettő témát érintenék meg. Az egyik, hogy természetesen majd talán záróként a politika, a másik pedig a gazdaság, hogy Bács-Kiskunban milyen helyzet van, milyen fejlesztések várhatók, várható-e olyan, ami látványos munkahelyteremtés, mert az, amit ugye teszünk most a közmunkaprogram, meg autózunk az országban, a megyében, mindenhol azért látszik, hogy rutinban dolgoznak, és teszik a dolgot az emberek. Ez eddig jó. Csak én arra gondolok, hogy ez nem igazán termelő munka, hogy itt várható-e olyan a fejlesztés a megyében, vagy akár a kistérségünkben is, ami új munkahelyeket teremt, és hosszú távon is termelő munka. Mindig várható, hogy valaki egy vállalkozásnak egy új részlege megnyílik, tehát előfordulhatnak ilyen hirtelen belső fejlesztések, és új munkahelyek száma is ezáltal nőhet. De gyakorlatilag ebben a pénzügyi gazdasági válságban, amiben mi is vagyunk, magyarok, meg itt Európa, Közép-Európa, vagy a világ egy jelentős része, egy-két nagy kivételtől tekintve válságban él, apró napra élünk lényegében. Csak egy példa, amíg Bács-Kiskunról akarok beszélni, Franciaországban most fog kiderülni, hogy mekkora is a baj. Tehát az ottani 3-as, tehát a minősítés, amit Franciaország birtokol ezek a híres minősítő intézetek által, ez fél éven belül valószínűleg nem így lesz, mert a francia gazdaság rosszul teljesít. Egyébként a német gazdaság az, ami tartja a lelket Európába. Hollandia az összeomlás szélére fog kerülni hamarosan, mert Hollandia? Olyan hatalmas a GDP arányos háztartási hiány, hogy nagyobb, mint olaszországi, görögországi, tehát hatalmas a baj. Hát le is mondott a miniszterelnök ugye a múlt héten, vagy hogy is, és a radikálisok jönnek ott is előtérbe. Tehát magyarul ebben a helyzetben, mondjuk, tehát én nagy számban nem várok most olyan nagy beruházásokat, amelyek megráznák és nagyon jó értelemben, pozitív értelemben vinnék el az életünket, mert nincs hozzá forrás. Tudnék, ami nagy forrás rendelkezésre állt volna 2007. január 1-től, az a 8000 milliárd körüli uniós fejlesztési alapok, ezeket javarészét már kipályázták, bár nagyon sok pénz nincs még kifizetve a fejlesztésekhez, de az történt, hogy a gazdaság irányába, ahol munkáket lehet teremteni, ott az összes forrásnak 11-12%-át utalta az akkori kormány a terveken keresztül ki Kiskolnos, Bács-Kiskun, vagy aztán más vagy ilyen részére, tehát a konkrét gazdaságfejlesztési, munkahelyteremtési programok töredéke voltak annak, ami lehetett volna. Tehát ez egy nagy hiba. Ennek az eredménye az, hogy a magyar gazdaság, a mikro, kis és középvállalkozói rétege az éve nem tud megújulni, nincs hozzá erőforrás, nincs külső hitelforrása, saját ereje már régóta nincs. Tehát egy ilyen kényszer pályán lévő kényszervállalkozások alkotta a nagy massza, vállalkozó massza egyik napra másikra él és próbálja fönntartani a vállalkozását. A közmunkaprogram pedig egy olyan
nem kétségbeesett akció, hanem egy szintén kényszer program, mert ugye jogosan mondja az, akit ez irritál, hogy munkanélkül, effektív, valóságos munkanélkül kapnak emberek százezerei segélyt. És ahelyett, hogy kapja a napja, nem tudom hány ezer forintját, egy falutól, várostól függ, hogy ki mennyit kap, valahol három, valahol több ezer, ettől több ezer forint is előfordul, és mondjuk egészséges emberről van szó, de munkát nem vállal, vagy nem keresett, vagy nem kapott. De hát miért nem lehetett volna ezért a pénzt cserébe azt kérni, már korábban is, hogy jó, itt egy söprű, ez 2000 forint, ott az utcán oda-vissza, meg arra az utcában felseped a járat. Amint a közmunkaprogram most ezt végig is csinálja. Tehát ez egy nagyon fontos intézkedés ilyen értelemben, hogy a munkavilágába vissza kellene szoktatni azt, aki eddig csak a segélyre élt, és ugye itt jön egy másik rossz kommunikációs alapokat, hogy feszegettük, hogy ugye ezek a segített embereknek a pénzei rendszerint zsorásokhoz mentek, vagy éppen a kocsmába, vagy éppen a játékautodába lett elverve, és a család közül utána otthon megint érzett, és megint mehettek, ami átmenti segélyre a polgármesteri hivatalba. Magyarul itt egy intézkedésünk, hogy ötszörös emeltük a játékautod adót, ami nekem is sok barátomat sértett, akit gyerekkorom óta ismerek, és föl a háborodva, hogy miért tettük. Nem ellenük tettük, de az a pénz, amit ön meg a többi adófizető befizet az államkasszába, és ezt segélyként részét kiosztják, rászorultatnak, ezek rögtön vitték ezt a pénzt a játékkasszába. Kevesebbet járnak. Igen. Na, visszatérve a lényeget, a közmunkaprogram ez egy komoly segítség lehet abban, hogy több százezer embernek az életét eddig kapott 28 ezer forintot, most kap 48 ezer forintot, tehát ez jelentős, majdnem dupla akkora forrás, bár nem lehet megélni, ezt senki nem kívánja elhitetni valakivel, és hogy meg lehet élni, de mégis több a 28-tól a 48 ezer forint. Ez egy lehetőség. Viszont a nagy fejlesztések, amikre is válaszolni kell, ami komolyatással lenne a térségeinkre, a megyéinkre, ezek már csak 14-től várhatók, mert az az időszak, ami addig eltelik, ez a másfél-két esztendő, ez a 8000 milliárdból maradt források javarésze nem gazdaságfejlesztési célra lehet már csak elkölteni. Tehát a legújabb, és hát előttünk álló feladatunk a megyének például, hogy az európai fejlesztéspolitikának a hazai képviselete, a tervek elkészítése, a leendő pályázati rendszer felépítése, majd a pályázatok kiírása a megyei közös számára új feladatként, ami megjelent január 1-től. Ennek köszönhetően lesz majd 14-től végre gazdaságfejlesztési típusú uniós támogatási pályázati kiírások. Tehát sajnos ki kell várni, nincs saját forrásunk az országnak, nincs pénze rá, hitelből nem szabad ma fejlesztésekbe belemenni 100%-ba, tehát hogy nincs mögötte se a vállalkozó, se az állami szektornak önereje hozzá, meg nincs hozzá uniós támogatás, tehát ezt nem tudjuk vállalni, hogy hitelből fejlesztjük az országot, de leghamarabb mondom, csak 14 január 1-én érkezik az első pár száz vagy pár ezer milliárd forint. Az előbb említette, hogy a 8000 milliárd forint az nem a gazdaságfejlesztésre. Mire? Én szoktam, amikor viccesen kisarkítva, tehát nem így van feltétlenül, amikor még a miénk volt a Vári Szabó szakközépiskola, egy kisvonason, és tehát ami volt rá pályázat, ugye építettük itt nem messze a tanulhely, ez teljesen megújult, meg az iskola több részlegét, nagyon sok pénzt kötöttünk arra, hogy ez egy tényleg a legkorszerűbb szakképző központ legyen Bács-Kiskunban. Az utolsó pályázatunk az egy digitális tábla és komputervásárlás volt, tehát már lassan minden osztályunkban digitális táblák vannak, tehát ilyenre rengeteg pénzt kell. Tehát az oktatás? Nem az oktatás, hanem egy ilyen szoftos, hogy mondjam, támok típusú program, de társadalom megújulás operatív program, ebben rengeteg pénz ment el szakértői feladatok elvégzésére, tervezésekre, ilyen olyan esélyegyenlőség tervek készítésére, digitális tábla vásárlása, ami nagyon fontos, de attól is a digitális táblát tettük a eddigi kréta meg zöld tábla helyére egy osztályterembe, ettől a gyerek nem tud többet, a gazdaságnak nem fog fejlődni, egy kereskedő cégnek biztos jó jut, aki behozta ezt a táblát, ami nem is itthon készül Magyarországon, meg ha itthon készülne, akkor megértem. De ilyenre számtalan 100 milliárdok mentek el számolatlanul ilyen és hasonló célokra, ami egy fellendülésben lévő konjunktúra és időszakban egy gazdag országban belefér. Tehát egy Franciaországnak, egy Németországnak ez nem okoz problémát, de nálunk, ahol lent vagyunk a gödörbe, ott nekünk szerintem más kellene, tehát más kéne fejleszteni. Igen, kicsit szomorúak vagyunk, mert hát természetesen, hogy arra is kell pénz, csak
Az elmúlt napokban, hogy a viharkárok, biztosan látta ön is, vagy hallott róla, Csongrád megyében még fóliavázakat is összecsavart a szél. Na most mi, akik a termelőgazdaságban vagyunk meg, hát a történet ugye nem rólunk, vagy rólam szól, de talán mezőgazdaságból is próbálunk élni. Kicsit kilátástalannak látjuk magát a mezőgazdasági termék előállítását, esetleg értékesítését, és itt gondolok ugye arra, hogy Törökországból, bár az elmúlt adásban már említettem, importáljuk a szegfűt, Kínából a fokhagymát, de hát mindegy. Azért még egy kérdés. Görögország az uniós ország, az egész más, hát gondolom, hogy mások a szabályok. Még egy fontos kérdés van, amit én úgy gondolom, hogy a kedves televízió nézők is... Várjunk, bocsásson István, ne várjuk el ilyen gyorsan ezt a szállat, tehát igazol van, hogy rossz az agrárium helyzete. De mondjuk azt, hogy az unió így, meg ezt, meg azt tette velünk. Én amikor 90-es évek elején, meg a 80-asok végén, amikor a rendszerváltás idejét éltük, ugye a honfitársaság zöme ugye azt gondolta, hogy az a szabadság, az a demokrácia, amikor szabadon lehet mindent vásárolni. Tehát mindenféle áru közönötték utána Kelet-Európát, között Magyarországot is. Itt egy főre itt a több pláza, meg szupermarket van Magyarországon, mint a fejlettebb európai országokban. És az áruk zöme külföldi áru, a textiliparunk az teljesen gyenge megszűnt, mert onnét hozzuk távol-keletről vagy keletről. Az élelmiszeriparnak a javarésze az leépült ennek köszönhetően, és a magyar fogyasztók azt mondták, hogy nekik nem kell a magyar áru. Tehát a magyar mezőgazdaságnak egyetlen egy rákfenéje van, hogy a magyar fogyasztó nem kíván vásárolni olyan mértékben, mint korábban, mert nem volt nagyon persze más, de jobban szereti a külföldi árut. Még de ez most változik, nem? Reméljük, hogy változik, de ennek ugye a magas euró árfolyam, ennek jót tett volna, de ugye másokon meg rossz a gazdaságnak, hogyha magas az átváltás. De lényegét tekintve, amíg a magyar asszonyok a piacokra nem mennek ki újra, és nem veszik meg a helyi kis termelőtől, vagy nagyobb termelőtől az ott helyben megtermelt egészségesebb élelmiszer alapanyagot, vagy éppen a mondjuk továbbra is Dániából, meg Lengyelországból, Szlovákiából veszük a sertést, és nem itthon tenyésztjük őket, vagy bármelyik másik szektoron, itt a növénytermesztést, az zöldségtermesztést, bármelyik részét veszük alapul, nem itthoni alapanyagból fogyasztunk, hanem veszük külföldről, és ki tudja milyen minőségű alapanyagból van a fogyasztásunk, addig a magyar mezőgazdaságnak hiába lesz itt akármilyen támogatás, akármekkora fejlesztés, amikor a magyar háziasszonyok és a családjék nem akarnak fogyasztani magyar árut, addig esély nincs arra, hogy a magyar mezőgazdaság ugyanolyan legyen, mint esetleg volt a régi az elmúlt 100 években, hogy fejlettsége, potenciálja kihasználása kerüljön, illetve még egyszer mondom, hogy az egészséges magyar élelmiszernek piaca legyen a magyar piacokon, a magyar polcokon, ehhez szemléletváltás kell. Tehát hiába mondjuk azt, hogy rossz az agrárium, tényleg mondjuk, de hiába mondjuk, mert amíg a fogyasztók, a magyar fogyasztók nem döntenek a magyar áru mellett, akkor nagy baj van. A saját példa, van egy hajósi paprikafeldolgozó üzem, egy barátom szállít éppen Jánoshalmáról oda, nagyon erős chili típusú paprikát, az ő chili szósza, amit csinál, veri bármelyik nyugat-európai chili szószt, de az fél literes palackot adja 900 forintért, a másfél decilliternyi méregerős másik nyugat-európai chili szósz pedig megvetni 1500 forintért. És ebbe a magyarba eljelű anyag alig van, ebbe a külföldi meg tele volt ezekkel a különféle adalékanyagokkal. Na most ehhez képest a magyar fogyasztó megveszi ezt a drágább, de kisebb kiszerelésű külföldi cuccot, megvenni helyette a magyar. Vagy itt van például nem volt még a régen húsvét, a sonkapiac. Hát Magyarországon ismerve a hazai fogyasztás szokásokat, ebben is elkezdtünk Ausztriából, Olaszországból származó árukat vásárolni, fogyasztani a sonkafélékből, miközben például itt nem beszélni, Borotán kiváló minőségű, szerintem világszínvonalú sonkákat készítenek, magyar sertésből, magyar emberek munkájából, és mégis
1500 forintos áron adják a tudtommal az árut, és egy dán barátommal, a tiszteletbeli konzulunkkal, Aarhusból vittenek ajándékba. Egy sonkát vettem az üzembe, és megkóstoltatta egyik legjobb dán húsipari szakemberre, mérnökkel. És azt mondta, hogy mennyibe került, meg honnét van. Mondta, hogy följött a telefon, hogy mennyi volt ez Gábor. Mondtam, hogy 1400 alány forint per kiló, az mennyi dán koronában, vagy éppen euróban. És honnét származik, hogy ez Borotáról, Bács-Kiskunból, és azt mondta ez a szakember, aki ismeri a világ húsiparát, hogy ez világszint. Van olyan, mint a bármelyik portugál, pármai, tehát a portugál, spanyol sonkák, vagy bármelyik ilyen nagy sonkagyártó államoknak a sonkái, és árértek el meg szenzációs. És azt mondta, hogy miért nincs ebből több, mert nincs annyi sertés, vagy nincs akkora kapacitás. Tehát itt van minden, tehát meg lehetne ezt a gazdaságot rántani azzal, hogy fogyasztani kezdünk. Hát kedves nézőink, én azt hiszem, hogy ezt érdemes megjegyeznünk, amit a képviselő mondott, és záró kérdésként még egy gyors kérdés, mert az időnk sajnos elfogyott. A politika. Változik ugye a helyzet, 2014-ben lecsökken a parlament létszáma, tehát Bács-Kiskun megyében sem, azt hiszem 8 körzet volt eddig. 10 volt és 6. 10 volt és 6 lesz. Ezzel kapcsolatban egy-két rövid mondatot tudna mondani nekünk, hogy esetleg 14 után mondjuk önben is kitisztelhetünk, mert ha jól tudom, akkor össze lesz mondva János Halma Kiskunalas, de ezt majd fogja mondani, hogy mi várható ezzel kapcsolatban. Hát remélem, hogy tovább is Bányai Gábort lehet bennem tisztelni 14 után is, tehát nem akarok ennél megváltozni. Szívesen lennék képviselő akár Kiskunalas városának is, majd, mert most ugye van képviselővárosnak, de valójában ugye a korábbi kiskunalasi, kiskörösi és kalocsai választókerületből és Bács-Almás János választókerületből áll össze az új ötös választókerület. Ugye itt becsatlakozik Hajós, Császártöltés, Kecel, Tázlár, egészen le a határig, és bejön a Bács-Almási János, ami rész Bács-Almási és Tataháza vonaltól és Borota vonaláig bezárólag, 23 település, 73-74 ezer választójával, hatalmas választókerület, 7 város van benne, ami most fejtős okoz, mert a városban mindig több a rendezvény, és azért bár politikusnak nem szabad panaszkodni, de szabad hétvégén ritkán az embernek, tehát nem tudok családdal együtt lenni rendszerint, 6 éve most, már 7 éve lassan. De lényeget tekintve ez egy nagyon nagy változás a magyar politikai palettán, a magyar politikai közéletben, hogy kevesebb lesz a politikus. Ez egyfajta választói elvárás állítólag, hogy nem kell ennyi politikus, nem kell ennyi fizetett alkalmazott az ország irányításába. Ez reméljük, hogy jól fog éppen ezért elsülni. Tehát, hogy ha nem is feltétlenül olcsóbbá teszi, ez ugye sokat több szakértői munkát kell majd másnak elvégezni, de mégiscsak nem a politikusokra fog szólni a magyar közélet. Amellett, hogy megnőnek a választókerületek, megnő a feladat, ez bizonyos szempontból nagy teher egy képviselő előtt, vagy képviselő számára, vagy az lesz. De összességet tekintve ugye érdekesség, hogy milyen kultúrák vannak itt keveredni. Ugye más a bácskai rész a választókerületnek, teljesen más adottságok itt a fölött. A Hajós és térség, ugye az a német sváb vonal is teljesen más adottságok a kultúrában rendelkezik. Más a kiskunalasi és térsége, és más a kiskörös felől érkezőknek is a tudása és tapasztalata. Tehát egy ilyen multikulturális, nem nemzeti értelemben, hanem ilyen kultúrális, multikulturális közösséget fogunk alkotni. Rengeteg korábbi jó és rossz eseménnyel, emlékkel, és reméljük, hogy ebből az új nagy választókerületből, mondom, hogy egy Kecel, egy Bács-Almás, egy Kiskunalas, egy János-Almás, egy Tompály, mindenket lehet sorolni, egy új érdekes helyzet fog alakulni. Én bízom abban, hogy egybe lehet tartani egy ekkora körzetet is. Remélem, hogy el fogom tudni hitetni az eddigi munkám talán részben bizonyíték rá. Reméljük, hogy a szavak tettek találkozása itt is bizonyterő lesz, hogy érdemes esetleg majd velem kezdeni a listát, amikor kit választunk ki a nem tudom hány képviselőjelölt közül. Igen, köszönöm szépen. Kedves nézőink, önök Bányai Gábort hallgatták, ő volt a vendégünk ma. Köszönjük szépen, hogy minket választottak, további szép estét kívánok. Viszontlátásra. Köszönöm szépen, szép estét. Mondja meg, hogyan kell élnem, apám azt mondta, ne bánts mást.
valaki látta, hogy bár.